egy ilyen nagyon laza, kényelmes percbe álljunk meg. A botodat válszélesnél kicsit szélesebb fogással megfogod. Jó? Szépen a vállaidat hátra húzod, letolod. Pici tónust adsz a hasadnak, fenekednek. Jó? És így elkezdjük a fejfordításokat. Szépen oldalra kinézel. Azaz. Jó, és közben figyelj arra, hogy a fejtetővel nyújtozzál fölfelé. Jó, mint a föntről húznának. Szépen nyújtsd meg a gerincedet, és jöhet a fejkörzés elől. Azaz. Jó, és gyere, elkezdjük a vállköröket. Végén leszorítod a vállövedet. Jó, és még mindig tónust adsz a hasadnak. Szépen behúzod, ráfeszítesz horizontra. Jó, és innen kiemeled, és visszaengeded lassan a botot. Akár össze is kapcsolhatjuk a légzéssel. Jó, amikor emeled, beszívod a levegőt, és amikor engeded le, fújod ki. Azaz. Mert még ebből négy. Végére három. Azaz, feszítsd meg a karodat. És kifújja a levegőt. Végre beszívod. Jó, és egészen fölviszük fej fölé. Nyújtózol fönt. És vissza. Beszív. És kifúj. Beszív. Kifúj. Beszív. Jó, gyere, menjünk még négyet. Azaz három. Na, még kettő. És figyelj, meg fogjuk tartani fönt, és innen fogod leengedni egyet tarkóhoz, azaz föltolod, és egyet mellkashoz. Azaz. Leengedett tarkó. És figyelsz a vállövedre, hogy amikor fölnyújtod, ez ne legyen benne. Tehát a válladat, azt nem húzd föl a fülethez. Jó, csak a karodat nyújtod, és leengeded. Mellkas, és tarkó. Jó, még mehet négy. Azaz, még három. Jó, megfogjuk a botot, és el fogjuk fordatni. Jó, tehát a vízszintes helyzetből behozott függőlegesbe. És figyelsz arra, hogy ne mozogjon bele a csípő, ne mozogjon bele a törzs, se a vállöv, még mindig feszít a hasizom, farizom. Állítani. Jó, és innen elkezdett hátrahozni. És a másik oldal. Jó, egyet innen, egyet onnan áthozod a hátad mögött. És még mindig figyelj arra, hogy tehát a törzseddel nem kell mozogni. Jó, most a válladat mobilizáljuk egy picikét. Azaz. Áthozod a másik oldal. Olyan, mintha varázsolnánk. Csedi karddal. Azaz, áthozod. Behozod középre. Jó, és gyere, megállítod középen. Figyelsz a vállaidra. Visszétes a bot. Jó, egy kicsit rogyasztod a térdet. És két ütemben megyünk egyik irányba, és két ütemben másik, azaz csavard a törzsedet. Figyelj arra, hogy a csípőd ne mozogjon, csak a
a felső test megy. Jó, csípő láb nem mozdul meg. Csökderítom fölfelé. Azaz, teljesen megcsavarjuk a gerincünket. Fejtetővel még mindig nyújtózom fölfelé. Jó, mint hogyha széthúznánk a csigolyákat. Lehet még négy. Három. Kettő. Ezt fogjuk majd tovább vinni. Jó, gyere, elfordulsz balra. Elfordulsz. Hozod fej fölé. Jó, és visszahozod. Ráfordulsz. Nyújtózol. Jó, itt a hátadban azért most már kell érezni. Az izmokat, ahogy dolgoznak, feszülnek. Azaz, nyújtózol. Másik oldal. Próbáld meg egészen a törzs meghosszabbításáig megemelni, tehát minél följebb. Jó, nem egy egyszerű feladat egyébként, főleg így a tizedik. És még mindig figyelsz a csípődre. Jó, tehát az nem mozduljon meg vele, ne csavard ki a térdedet se. Figyelj, kicsit hosszabb ideig meg fogjuk tartani. Először a bal oldalon. Nyújtózol vele, próbálod hátrahúzni. Jó, és két lapockádat közelíted. Ne csúszson föl a vállő. Kicsit kitartod. Jó, és átjövünk a másik oldalra. Itt is tartsd meg. Tehát teljesen kicsavarod a törzsedet. Jó, és így megy a nyújtózás. Jó, gyere, engedd le. Behozzuk a botot. Jó, ide a... Hát nem a tarkódhoz, tehát arra figyeljél, hogy ne itt legyen, ne a nyakcsigolyádat nyomja, hanem lehozod egészen, ameddig tudod. Körülbelül a lapockád aljánál van nagyjából a bot. Ráteszed a tenyeredet. Jó, ez azért segít nekünk, tehát ezzel a vállad kapásból hátra jön. Tehát nem tud előre esni, ahogy egyébként nagyjából egész nap a monitor előtt van. Tehát szépen hátra húzza a válladat. Jó, és most megpróbáljuk a csípőnket előre-hátra billenteni. Jó, tehát kicsit bemozgatjuk az árnyéki gerinc szakaszt. Megmutatom oldalról. Jó, tehát billent a csípő és visszaenged. Nem kell nagyon homorítani, tehát ne told ki, nem kell pucsítani, csak simán pillented, előre-hátra. Jó, előre-hátra, mozgasd ki. Jó, és amikor hátra billented a csípőt, tehát akkor behúzod a fenekedet magad alá, akkor feszíts rá, köldöködet húz gerinc felé, és visszaengeded. Ráfeszít a farizom, és visszaenged. Ráfeszít, és visszaenged. Ráfeszít, és visszaenged. Azaz. Jó, mert még egy pár ebből. Mozgassuk ki. Érzed a válladat? Nem egy kényelmes helyzet, de valójában ez lenne a fiziológiás helyzete a válladunknek. Tehát így kellene járnunk, ülnünk, léteznünk egész nap. Nem egy egyszerű sztori. Jó, és meg fogod tartani hátra billentve a csípőt, ráfeszítesz farizomra, és piciket csúsztatod. Jó, ha lenne tükör előtted, akkor azt mondanám, hogy arra figyelj, hogy a bot az végig vízszintes legyen. Úgyhogy ha lenne rajta egy vízszintmérő, jó, vagy egyensúlyozni kéne, tehát hogy nem billenhet sem erre, hanem szépen kicsúsztatod, és eközben nem mozdul meg se a csípőd, se a térded, se a combod, jó? Csak a felső test. Teljesen különítsd el a felső testedet az alsótól, jó? És csúsztatod.
Nekem könnyű dolgom van, mert itt van előttem az ablak, amiről visszatükröződik a képem, úgyhogy látom a botot, de egyébként ezt lehet azért érezni is, azaz csúsztatod. Mi most elkezdjük a törzs hajlítást, jó? Most mehetünk oldalra, vissza és jön a másik. Azaz, szép lassan, picit kitartod, és lassan vissza. Itt sem mozdul a csípő, jó? És folyamatosan feszíted a combot, feneket, hasad, pillanatra se enged ki. Azaz. Jó, mi megcsinálunk kettőt-kettőt, mind a két oldalra. Azaz, másik oldal. És gyere egyet-egyet. Jó, kivesszük a botot, egy picit mozgasd ki a válladat. Jó, puposítod a hátat, hátra húzod, puposít a hát, azaz, mozgasd át, jó alaposan adogathatod a botot egyik kézből a másikba. Itt is figyelsz arra, hogy amikor domborítod a hátad, akkor a vállad ne csúszom fölfelé. Tehát nem ez a feladat, jó, hanem előre. Odalom, meg így néz ki. Tehát jó, pupos. Hát, és kihúzod magad, kinyomod a mellkast. Kitol a cici, jó, és közben nem tolod ki a feneket. Tehát ezekre nagyon kell figyelni. Jó, én már kellemesen érzem a hátamat. Egy kortyot igyatok azért, attól függetlenül, hogy ez nem egy ilyen magas pulzus számon történő edzés, attól még én egy picit izzadok. Aztán megyünk tovább. Na, kiteszed oldalra a botodat, jó, mint hogyha támaszkodnál rajta, és innen fogod ellentétes oldalon fölhúzni a térdet, jó, és visszateszed. Ez igazából segít nekünk egyensúlyozni. Azaz húzod, és vissza. Húz a térd, és vissza. Fölhúzod, és vissza. Jó, megcsinálunk még ebből 8-at. Azaz, húzd magad felé, nyúljon a falizom. Másik oldalon meg ugye dolgozik. Utolsó 4 jön ebből. Na, még 3. Gyere még 2-t. Jó, és az utolsó kére megtartjuk, picit hosszabban. Próbáld húzni magad felé, legalább dolgozik egy kicsit a bicepszed is. Jó, tehát ne itt legyen a térd, szépen húzd magad felé. Jó, leengeded, áttesszük a másik oldalra. Szépen leszúrod a botot. Kihúzod magad, jöhet a másik oldal. Húz a térd, és visszatesz. Fölhúzod, és vissza. Fölhúz. Jó, azaz húzd magad felé, tehát legyen benne a húzó mozdulat. Az a lényege, tehát nem csak emelgetjük így a térdünket, ameddig tudjuk. Jó, hanem rásegítesz, és vissza. Rásegítesz, és vissza. Húzod, és vissza. Húzod, mehet még 8, erre is. Húzd meg, és vissza. Húzod, és vissza. Jó, utolsó 4 jön, aztán meg fogjuk tartani.
rendesen. Ez se egy egyszerű, főleg ha nehéz a lábad. Jó és stabilan állunk másik lábunkon. Vállak nem csúsznak föl, figyelsz rá. Jó, megint megfogod, kicsit lazítsd a két lábadat. Jó, én előrébb jövök a faltól, nehogy megrúgjam. Fászélesnél megint picit szélesebben fogva a botot. Jó, és először csak a jobb lábbal kilépsz, és visszazársz. Harán terpesz. Jó, támadó állásra kilépsz. Tehát hátul nyújtva a lábsz. Elől picit rogyasztod, mutatom oldalról. Kilépsz, és vissza. Kilépsz, és vissza. Kilépsz, visszazársz. Kilépsz, visszazársz. Szép egyenes háttal. Azaz, kilépsz. Remélem sokan vagyok. Jó, menjen még ebből 8. 7. 6. 5. Utolsó 4 jön. 3. 2. És így én megtartod, lépjél ki. Stabilan. És szép lassan ráfordulsz. És vissza. Megint figyelünk arra, hogy amikor csavarod a törzsödet, ne vigye el a csípőt, tehát ne legyen benne ez, csak a felső test. Jó, csípő láb nem mozog, és figyelsz itt is a hasadra, behúzod, csípőt hátra billentve tartod, vállak nem jönnek föl a fülhöz. Teljesen csavart ki a törzsödet. Jó, még 8 mehet ebből. Fordulj rá. 7. 6. 5. Na, még 4-et. Fordulj rá. Jó, vállakat leengeded. Csípő előre néz. Jó. Mielőtt a másik oldalra megcsináljuk ugyanezt, beiktatunk egy pihenőt. Aki jár hozzám, ismeri a pihenőimet. Ugyanúgy, hogy szoktad kinézni. Tehát a botodat leteszed függőlegesen magad elé. Jó, fölveszel egy széles terpez állást, és megdöntöd a törzsedet annyira, hogy vízszintbe kerüljön. Amire viszont nagyon figyelj, mutatom, tehát ne ez legyen belőle, és ne is az, hogy besülyezted a derekad. Tehát teljesen egy egyenes hátat kellene fölvenni, és figyelni itt is arra, hogy a vállak ne csúszanak föl. Tehát a két lapockát közelíted egymáshoz. Közben nézem, én is csekkolom, hogy jól áll le a derekam. Jó, és így mehet a pici nyújtózás. Derekadra figyelsz. Nem sülyezted, nem engeded le, nem homorítod. Jó, tartod szépen egyenesen. Ez nagyon jól kihúzza egyébként. Csak nagyon figyelni kell itt az elmondottakra, tehát lapockát nem hagyod szanaszéjjel csúszni. Jó, és meg fogod tartani, és váltott karral nyújtózol hátrafelé. Jó, arra figyelsz, hogy mindig legyen egy alátámasztás. Tehát az egyik kezed
az mindig legyen rajta a bonton. Tartod a derekadat, és nyújtózol. Azaz, váltva. És nem kell fölfelé nézni, tehát miután már tudod, hogy mit kell csinálni, akkor szépen a törzs meghosszabbításában legyen a fej, tekintettel lefelé, nem kell megtörni a nyakcsigolyát. Jó, és nyújtózol, azaz, hátra. Én már kezdem érezni a hátamat, jó kis pihenő. Jó, szép, lassan, gyere föl óvatosan, megtámasztod a botot, támaszkodj rá, picit rogyaszt a térdet, jó, és kicsit átmozgatod a gerincedet, tehát domborítod a hátad, és visszaengeded. Cuci közben szétszedi a berendezést. Jó, tehát oldalról így nézünk ki, mint a szumósok, nyugodtan puposítasz, és visszaengeded. Itt sem kell túlhomorítani, tehát nem kell kitolni a fenekedet nagyon. Jó, gyere föl lassan, és jön a másik oldal. Tehát te most csak a jobb lábaddal fogsz kilépni hátra, és ugyanúgy emeled a bozot elől. Nem, ez az oldal volt, bocsánat, jön a másik. Kilépsz, és vissza. Tehát csak a bal láb. Kilépsz, és visszazársz. Kilépsz, ha ráterpesz, és vissza. Támadó állás, és vissza. Jó, vízszintesig jön a két kar, és visszazársz. Vállak nem jönnek föl a füledék, figyelsz rá, szép egyenes törzsel, jel lépjél ki, zárjál vissza, kilépsz, és visszazársz, kilépsz, és vissza. Jó, utolsó 8-at megcsináljuk, 7, 6, 5, na már csak 4, szennek fogjuk tartani, tudod? Még 2, macska lehet ide fog jönni, na baj, és figyelj, megtartod, elő rogyaszt a tér, és gyere fordulunk, és vissza. Csípő nem mozog. Jó, csak a törzs. Has behúz. Vállak leengedve, két lapocka összezárva. És csavard a törzsedet. Úgy fordulj rá. Nem homolíts nagyon.
sem legyen pupos. Jó? Tehát, mintha kihúznád magad a két lapockádat, közelítsd egymáshoz, és nyújtozzál lefelé. Jó, hogy teljesen nyújtva van a két lábad, ha nem mondtam volna. Jó, és mindjárt meg vagyunk. Még egyet-egyet csinálunk mind a két oldalra. És lassan, óvatosan visszamászunk. Jó, gyere föl. Zárd össze a lábakat, de legalábbis hozd közelebb. Megint megtámaszkodunk a boton, rogyasztod a térdet, és mehet a domborítás, és vissza. Jó, gyere föl. Ki fogjuk tenni oldalra a botot. Jó, te tedd a bal oldalra. Szépen. Marad a laza terpesz. Megfeszített has, megfeszített fenék. Jó, és most innen fogjuk hajlítani a törzsünket. És vissza. Jó, a bot ugye lehetővé teszi, hogy egy picit mélyebbre menj annál, mint hogyha nem lenne alátámasztás. Ugye egyrészt ez biztonságosabb, főleg azoknak, akiknek még nem elég erős a törzsizomzata, ahhoz, hogy ugye bot nélkül, találtámasztás nélkül meg tudja tartani. Jó, illetve lehetővé teszi a hatékonyabb nyújtózást. Azaz, hogy legyen benne a nyújtózás, ez nagyon fontos. Nem csak hajlítjuk a törzsünket, hanem a másik karral, illetve ugye azzal is, ami a boton van, azzal is nyújtózunk, és vissza. Lehet, hogy a torna végére egy 2 centivel magasabbak leszünk. Mondjuk én annak annyira nem örülnék, de szerintem sokan kiegyeznének vele. Azaz, nyújtózol, és vissza. Jó, itt sem mozdul meg a csípőt. Ne legyen az, hogy elhajlítod a törzsed, és kiengeded, de szépen tartsd meg középen. Jó, hát ezt úgy tudod megtenni, hogy minden izmodat megfeszíted. Falizom, combizmok, hasizom. Lehet, hogy a cuszti bele fog ugrani a képbe. Nem baj, hát ez van. Ajaj. Jó, és figyelj, megtartjuk. Itt is megint figyelünk arra, hogy a vállövet visszahúzzuk, tehát ne csúszom föl. Jó, és menjen a nyújtózás. Azaz, nyújtózol. Jó, gyere lassan föl. És áthozzuk a másik oldalra a botot. Szúrd be. Jó, fixáld le megint a csípődet, vállakat letolod, és megyünk a másik oldalra, és visszajössz lassan. Megy egy újtózás, csípő nem mozdul. Azaz, újtózol, és vissza.
pillanatra se engedd ki a hasodat, folyamatosan húzd a köldöködet a gerinc irányába, feszíts rá farizomra, és menjen a nyújtózás, jó alaposan, nyújtsd meg. Figyelj, megtartjuk, gyere, nyújtózol. Itt figyelsz vállődre, meg itt húzd vissza. És menjen a nyújtózás. Jó, gyere föl lassan. Behozzuk a botot. Régen az iskolapadba így kellett egyenesen ülni, tehát ha könyök hajlatba lehozod a botot, és ez fog nekünk segíteni abban, hogy a törzsdöntésünk az tényleg egy törzsdöntés legyen, tehát szépen előre jössz, jó, és följössz lassan. Jó, ez segít egyenesen tartani a hátunkat. Persze a válladra közben figyelsz, tehát mondjuk nagyon nem tud előre esni, de azért koncentráljál a lapot ráidra, jó, hogy közelítsd őket egymáshoz. Szép lassan ez az. Jó, ezután a gyakorlat után le fogunk menni a talajra. És átmenetileg a botot félretesszük, de csak egy nagyon rövid időre. Lassan. Jó, és még csináljuk egy utolsót. És gyere lassan föl. Jó. Igyunk egy kortyot, mielőtt lemegyünk a talajra. Jó, oldalfekvésbe fogjuk folytatni a talajon. Mégpedig olyan pozícióban, remélem benne vagyok a képen, nem tűntem el. Tehát lefekszel az oldaladra úgy, hogy az alul lévő lábadat fölhúzod kerékszögbe, tehát úgy, hogy a combod merőleges legyen a törzsedre, illetve a comb lábszál között is pont 90 fok legyen. Jó, itt kényelmesen elhelyezed a fejedet, a másik karra ráteszed, és a fenül lévő lábadat ezt ki fogod nyújtani. Jó, tehát így a törzs meghosszabbításával, illetve a felül lévő kart is. Csinálunk egy nyújtózást belégzésre. Jó, és kilégzésre fölhúzod a térdet, picit poposítod a hátat, húzod magad felé, és utána nyújtózol megint. Picit tartsd ki a nyújtózást, és aztán megint fölhúz a térd. Fújod a levegőt. Nyújtózással beszívod. Azaz, kifújod a levegőt. És beszívod. Fújod, préseled a levegőt. És beszív. Jó, még megcsinálunk kettőt. És egy utolsó. Fölhúzod. És gyere, picit hosszabb ideig tartjuk meg ezt a nyújtózást. Jó, tehát a karra, fej fölé, talpaddal, sarkaddal pedig lefelé nyújtózol.
fölhúzod a másik térdedet is, ráhelyezed az alul lévő lábadra, kicsit arrébb jövök. Jó, és kiteszed előre a tenyeredet, itt megint figyeljünk arra, pozícionált a derekadat, hogy ne legyen homorú, szépen egyenesen tartod, kinyújtod ide a karodat, tenyérrel lefelé, és innen fogunk elfordulni. Én itt most nem férek el, remélem te igen, de az lenne a cél, hogy kicsavarod teljesen a törzsedet, és kinyújtod a karodat hátrafelé. Jó, és ebből nagyon lassan visszajövünk. Jó, és eközben a csípőd lábad az nem mozdul meg. Tehát ezt tartod lefixálva. Jó, és visszajössz belőle. Nyújtózol. Aztán megint átfordulsz. Leteszed a karodat a másik oldalon, az lenne a legideálisabb, ha leérne a lapockád, vállad. Jó, és visszajössz belőle. Megcsinálunk még kettőt erre az oldalra. Jó, és az utolsót. Jó, szép lassan feltolod magad. Jó, mielőtt a másik oldalra áttérünk, átmozgatjuk megint ágyéki gerincszakaszt, illetve az egész csigolyaoszlopot, mehet a domborítás, és visszaengeded. Nem kell lesülyezteni, tehát nem kell pucsítani, jó, hanem vízszintes helyzetig elég, hogyha behozod a derekat, és mehet utána megint domború hát, visszaengeded, domború, és vissza. Jó, és jöhet az utolsó, és visszaengeded. Jó, átfordulunk a másik oldalra. Technikát egy picit megigazítjuk, nehogy összenyomolgassam. Jó, alul lévő lábadat megint húzd föl derékszögbe, felsőt kinyújtott törzs meghosszabbításába, felül lévő kar megint jöhet fej fölé magas tartásba. Jó, és innen jöhet, húzod a térdet, préseled a levegőt, és nyújtózol, húzod a térded, préseled a levegőt, és nyújtózol, azaz fölhúzod magad felé, és nyújtózol, azaz húzod, mert a nyújtózás, azaz fújt a levegőt frissen, és beszívod, mehet még kettő, gyere, fújt a levegőt, szívd be, és utoljára frissen ki, és gyere, megtartjuk a nyújtózást. Jó, karra, magas tartásban, fej fölé, lábbal pedig lefelé, mint hogyha itt is két oldalról húznának. Megy a nyújtózás. Jó, gyere, húzd fel a térded megint. Picit arrébb jövök, bár úgysem fogok elférni. Jó, gyere, kinyújtod ide a karodat. Lefixálod a csípőt, derekadat, és innen hátra nyújtózol, csavarod a törzsödet, megpróbálod letenni ellentétes oldalon a karodat nyújtózva, és szép lassan visszahozod a kiinduló helyzetbe. Jó, mehet megint csavar a törzs,
próbáld meg letenni a másik oldalon, nyújtott karral, és szép lassan hozd vissza. Jó, menet megint. Hátra nyújtózol, csavar a törzs, és visszateszed. Jó, hátra nyújtózol, és előre. Jó, ezen kívül megcsinálunk még egyet. És szép lassan megint feltolod magad, térd elő támadva, ugyanúgy, ahogy az előbb. Megigazítjuk megint a hangtechnikát. Jó, gyere fel, a két karod, két combod legyen merőleges, és mehet a hátdomborítás, nyújtózol, és visszaengeded, de nem kell lesülyezteni a derekat, tehát ne hovorítsd. Mehet megint, nyújtózol. Jó, itt is gyere, kapcsoljuk össze a légzéssel. Kipréseled a levegőt, újod, és ahogy engeded, vissza beszívod. Azaz, dokorul a hát, fúj a levegőt, és beszív. Jó, gyere, dokorul a hát, és beszív. Jó, és ide fogod tenni a csípődre a botot.
hátul meg fogunk támaszkodni a tenyerünkön. Szép stabilan. Jó, és innen fogod, körülbelül úgy egyformán helyezd el a bodod, különben nem fog esni. Szép lassan kiemeled. Jó, ha rajta marad a bod, az azt jelenti, hogy a csípőd két oldalát egyformán emelted meg, és lassan visszaengeded. Jó, gyere, kiemeled, feszíts rá a farizódra, szorítsd össze, és visszaengeded. Gyere, told ki, és engedd vissza. Remélem mindenkinek ott maradt a bot. Ne felejtsd el összeszorítani a fenekedet. Kitolod. És vissza. Csináljunk még meg kettőt. Igen, az utolsót megtartjuk. Pár másodpercig. Feszít a farizok, behúz a has. Jó, gyere lassan, engedd vissza. Visszamegyünk hanyatfekvésbe. És a másik lábadat, nekem a bal, nem tudom, te melyikkel kezdted, de a másik lábadat fogod kinyújtani a talajon. Jó? És innen fogod fölhúzni. Szorítod magadhoz. Lapocka aljáig gyere föl. És a derekad végig érintkezzen a talajjal. És kinyújtod. Húzod. És nyújtózol vele. Fölhúzod. És nyújtózol. Másik talpad stabilan a talajon van. Stabilan. Csinálunk még négyet. Három. És gyere, megtartjuk. Picit hosszabban. Húzd föl magad, szúrizd magadhoz. Ahogy nézem, lassan torna végére érünk.
Jó? Át fogunk fordulni hasonfekvésbe. Itt még maradt egy gyakorlatunk. Mégpedig úgy, hogy a botot a hátunk mögött fogjuk megfogni. Két kézbe. És felfelé néző tenyérrel. És nyugodtan foghatod szélesen. Két lábadat zárd össze. Jó, feszítsél rá falizomra, a köldöködet húzd be, és a szeméremcsontot szorítsd a talajra. Jó, két vállad nem esik előre, és innen fogod kiemelni, és visszaengedni. Kiemeled, távolítod a fenekedtől, visszaengeded. Jó, és lefelé néző tekintetet, de nem kell megemelni a fejedet, csak addig, amíg megnézed, hogy mit kell csinálni. Egyébként végig a szőnyegedet nézed, és vissza. Kiemeled, és vissza. Jó, és a két lapockádat zárd össze. Kihúznád magad. Jó, még megcsinálunk négyet. Három. Na, még kettő. És gyere az utolsót, megtartod. Összezár a lapocka. Szorít a fenék, behúz a has. És lassan engedd le. Jó, leteszed a botot akárhová, mert ma már nem lesz szükség rá. Jó, és egy kicsikét mozgass ki a lábaidat. Lazíts le, és mehet oldalra is. Nyugodtan billensd föl a csípődet. Gyere, fogd meg az egyik lábfejedet, és húzd a sarkadat a fenekedhez. Jó, szép lassan megcseréljük. Jöhet a másik. Gyere rá, nem utoljára, lazítsd le. Maradunk még itt. Jó, kinyújtod először a bal kart oldalra. A jobb tenyeredet fölteszed ide a talajra, ide a füled alatt, másik oldalon. Behajlítod a jobb lábadat. A fejedet majd le fogod tenni úgy elfordítva, és áthozod a talpadat másik oldalon. Tedd le. Kicsit egy ilyen kicsavart pózt fölveszünk. Ez nagyon jól nyújtja válladat, gerincedet. Jó, nagyon óvatosan, lassan visszahozod. És megcsináljuk a másik oldalra ugyanezt. Jó, kinyújtod a jobb karodat, fölhozod a bal tenyeredet, behajlítod a bal lábadat, és elfordulsz. Másik oldalon tedd a talpadat a talajra. Próbálj meg egyenletesen lélegezni. Jó, szép, lassan, óvatosan visszahúzod.
föltolod magad térdelő támaszba. Átfordulok erre az oldalra. Jó, maradhat a csípő fönt, és másszál előre a két tenyereddel. Jó, itt sem kell nagyon homorítani a derekadat. Tedd le a homlokodat a talajra, két labockádat fixáld le, ne csúszkáljon föl. Jó, és szépen lassan rá fogsz ülni a sarkadra. Kicsit széjjel nyitod a két térdet. Jó, és leteszed a homlokodat a talajra, és a két karodat hátra hozod, tenyérrel fölfelé. Jó, hogyha nem ér le a fejed, vagy nem tudsz ráülni, akkor hozhatsz itt párnát ide a feneked alá, vagy itt törölközőt a homlokod alá. Kis magasítással tudunk segíteni. Lényeg az, hogy teljesen ellazuljon a vállad, ellazuljon a derekad. Jó, és szép lassan gyere föl belőle. Beüljük törökülésbe. És jöhet a vállkörzés. Jó, szorítsd le. Fogd meg a két térdet. Jó, és veszünk egy jó nagy levegőt. És kivégzésre puposítjuk a hátunkat, széthúzzuk a lapockákat. Jó, és belégzésre följövünk, fölegyenesedünk, kihúzzuk magukat, és megint mehet a kilégzés. Dobború a hát, belégzéssel kiegyenesedünk. Jó, kilégzéssel puposítod a hátadat, belégzésre följössz. Mert még kettő, kifújod a levegőt, szívod, és jön az utolsó, fújod a levegőt, és szívod. Jó, óvatosan oldalra hajlítod a fejed, és ellentétes oldalon gyújtózol a válladdal lefelé, tenyered lent van a talajon, és elkezdesz kimászni az ujjaiddal oldalra. Megtartod egy ponton. És nagyon lassan visszahúzod. Jöhet a másik irány, óvatosan nyújtózol vállal lefelé. És megyünk oldalra a talajon. Úristen, cucni. Ja, és visszahúzod. Lassan jöhet a fejkörzés elől. Jó, megállítod középen, nagy levegőt veszel, nyújtózol felfelé, kifújod, még egyszer jó mélyen szívd a levegőt, tartsd bent. Érítsd össze a két tenyeredet, és fújj ki jó hosszan. Egészségetekre!